Köszönöm szépen. És mindezeknek utána engedjék meg, hogy a színpadra hívjam Jász Fényszaró egyik szülöttjét, Fekete Csillát, hogy közösen elmuzsikáljunk néhány jó ízű jászsági népdalt, és hát az én rovásomra legyen írva, én egy ilyen kis puskát is elhelyeztem a cimbalmon, mert nem feltétlenül ismertem azt a sorrendet, ahogy Csilla énekelni fogja a nótákat, de igyekszünk tudásunk legjavával lekísérni, úgyhogy fogadják nagy-nagy szeretettel Fekete Csillát. Oh,
szépen köszönjük Csillának. Azért nincs mese, hogyha az énekes itt áll a prímás előtt, akkor őt kell követni. Köszönjük szépen még egyszer.